6 témában tartotta meg őszi sajtótájékoztatóját a Győri Egyházmegye itt a hivatal apor-termében. Elsőként apor-püspök boldogá avatásának 15. évfordulójáról esett szó, hiszen a jubileum alkalmából egy különleges ünnepséggel készül az egyház november 9-én. Ma olyan kevés hőst lehet az emberek elé állítani, aki igazi példák lehetnek, és azt hiszem, hogy ő ezek közül való mindenképpen, aki mindenféle diktatúrával szembeszállt, és az egész élete, szociális érzékenysége, az üldözöttek melletti kiállása, az mind olyan példa, ami ma is nagyon aktuális. A csütörtöki találkozón a több száz fiatal részvételével októberben megrendezendő zarándoklatot is ismertették, de az oktatási intézmények idei évindítójáról is beszámolt Dékány Ferenc. Paksa Balázs sajtóreferens a szeptember 29-i családi nap programjait ismertette, mely egyúttal nyitó rendezvénye a Családdal a jövőért elnevezésű Európai Uniós projektnek. A program keretében 33 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a Győri Egyházmegye, a projekt fő célja pedig a családi kötelékek erősítése. Végül a 10. szeretett napokon összegyűlt, több mint 2 millió forint értékű adományt is átadta Pápai Lajos, Böjte Csaba ferences testvérnek, aki azt is elárulta, hogy mire fordítják az összeget. Győrbe székel az Orsait, a közösség kárpát-medencei előjárossága, és a kedves nővérek úgy döntöttek, hogy a Nagyváradon lévő házukat Szent Ferenc Alapítványnak átengedik, átadják. Ez már meg is történt, és hát mi már be is rendezgettük, most már 5 gyerekünk, 6 gyerekünk van ebbe az új Szent Angéla otthonba, és ugye azért ennek ellenére át kell alakítanunk, mert hát végül is ez egy családi ház volt, milyen közös konyhát, ezt azt kell kialakítsunk, és hát a támogatásból ezt a építkezést szeretnénk szépen elvégezni. A Káptalan dombon össze tehát egymást érik a programok, érdemes nyomon követni az eseményeket, már csak azért is, mert 2012 a katolikus egyházban a hit éve.